Gól. Santiago, ¿qué carajo haces? Sube todo a la troca. Ahorita mismo. ¿Dónde has estado? Chateando. Ya nos llevan con un gol. ¿Qué pasa, no? Me invitas hasta el baby shower, ¿Qué estás haciendo? No quiero que nadie se lastime. Sin espinilleras no puedo jugar. ¡Para afuera! ¡Párate! ¡Síguelo! ¿Y ahora? ¿Espinilleras? ¡Cálmala! ¡Despacito, hombre! ¡Por la banda derecha! ¡Tú! ¡Deja! Para vivir así, para vivir así.
cambiarlas ya. No lo tengo que hacer. Tengo que bajar el tren. ¿Qué me haces venir hasta acá y no quieres venir? Ay, que soy Marta. Hello. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Nyertünk 4-2-re. Kettőt rúgtam. Egyet elszúrtam. En español. Ganamos. ¿Qué hace mi papá, eh? Pues quiere comprarse una camioneta propia. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar independientes. Muñiz e hijo. ¿Te parece? ¿Es lo que quiere para nosotros? Mindig van tartalékterv. És pedig? Az amerikai álom. Nyerünk a lotton. ¿Qué pasó? Quiere demasiado. De kár. Enned kell valamit. Hé! Ide dobán lévő, ha baha! Főnök, 6 hónapja vagyok lótifuti. Miért nem lehetek pincér? Én nem kínai étterem, te nem kínai. Ez Amerika, maga is amerikai, és én is az vagyok. Mind your kártyát? Ha lenne, akkor lehetnék pincér? Nem, te nem kínai. Kujjön! Szélem van a helyed! Ez nem a VB, még csak 7 éves. Nem lehet elég korán kezdeni. Különben is szerintem Tomi utál focizni. Egy kicsit a... Lőj rá! Mit csinálsz, kisfiam? Gyerünk, Tom! Kösz! A Santiago, a Santiago! Pásala! Egész jó. Úgy bizony. Ezt magától tanulta? Az Istentől. Nem jó helyen van a súlypontja. Nem néz fel elégszer, és nem emeli fel a lábát. Az ellenfél is így gondolja. Aztán ez történik. Bien hecho, Santiago! Szép volt, fiam. Nem akarsz profi lenni? A csapatok az egyetemistákra hajtanak. Nem a magam fajtákra. Mikor lesz meccsed? Szombaton. Idefelé a repülőn megismerkedtem egy ügynökkel. Szeretném, ha látna téged játék közben. Komolyan, megérdemled. Ne haragudjon, de mennem kell dolgozni. Régen én is játszottam. Igen? Hol? Angliában. Ügynök is voltam. Tudom, miről beszélek. Angliában? Hogy hívna, fiam? Santiago Muñez. Glenn Foy. Santiago! Apúrate! Viszlát szombaton, Santiago. Las estrellas de cine tienen agentes. ¿Qué vas a hacer tú con un agente? ¿Sabes una cosa? Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. No entiendes, ¿verdad? Hay dos clases de personas en este mundo, mano. Las que viven en mansiones y personas como nosotros, que le cortamos el zacate, le lavamos los carros. No sé si puedo llegar a ser jugador profesional. ¿Qué estás hablando? Juegas en un parque con un montón de güeyes que trabajan lavando carros. Vamos a la mapa.
Ezzel a fazonnal minden megváltozhat. Jobb lehet. Yo sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Para better. Compramos una troca y montamos nuestro propio negocio. Lo demás son pendejadas. ¿Otra cerveza? Pinche chaval. Dennis, Fonsi, Kosha. Barry, nem zavarva? Csaj, jobbkor fajtás. Egy fiatal mexikói srác a barrióból. Jóformán lenyűgözött, pedig ez nem könnyű. Utoljára Jermaine Defoe-val voltam így. Azt javaslom, ezt inkább hagyjuk. Szombat délután fog újra játszani. Egy belvárosi iskolában. Rendben, mondd meg pontosan hol, és 110%, hogy ott leszek. Ennek örülök. Egy pillanat. Addig menj nyugodtan és egyél valamit. Sashimi. Ilyesmit biztos néz találni Gateshead-ben. Tessék? Igen, öreg. Uram, parancsol sashimi? Elében vagyok. Köszön a mobilot. Köszönöm. Tessék. Glenn! Glenn! Haver! Glenn, nem vagyok kőagy. Nem felejtettem el, nem? Nem érek rá. Üzleti tárgyalásom van. Reggel óta itt ül. Figyelj, ha megkérlek, megteszed, hogy küldesz egy kazit a srácról. Glenn! Glenn! Gratulálok, Santiago. Szép volt. Köszönöm szépen. Ő itt az öcsém. Szia, hogy vagy? Nagyon örülök. Ő pedig a nagymamám. Ő meg a lányom, Val. Hello. Hello. Szóval, maga az ügynök? Nem, nem, de ő szólt az ügynöknek, hogy jöjjön el. De nem jött el. Az a helyzet, hogy túlságosan elfoglalt. Akkor majd a következőre eljön. Nem, sajnos az kizárt. Holnap visszarepül Angliába, és én is. Tehát... Nézzenek oda. Az öregnek a végén mégis igaza lesz. Ha álmodni mersz, átvernek. Azért köszönöm. Halló, ki beszél? Glenn Foy vagyok. Glenn Foy. Ismerjük egymást, Mr. Foy. A felhajtója voltam, amikor átvette a csapatot. És kirúgott, amikor jött az új garnitúra, de nem hibáztattam. Igazán? Akkor miért hív fel hajnali 3:30? Elnézést, Kaliforniában vagyok. Láttam egy fiatal focistát, szerintem... Figyelemre méltó tehetség. Hol játszik a fiú?
Egy helyi csapat van. A lényeg az, uram, hogy holnap után hazautazom, de szeretném, ha megígérne valamit. Ha elmegy magához a srác, megnézni őt. Ezt most ígérjem meg önnek. Igen. Kapjon egy lehetőséget. Semmi más nem kérek. És ha igen mondok, aludhatok tovább? Igen, Mr. Dornham. Akkor igen, Mr. Foy. Santiago! Hello. Hogy vagy? Kösz jól. Hogy kerül ide? Az edződ mondta meg, hol talállak. ¿Quién es este? El señor inglés que me vio jugar fútbol. Ha eljössz Angliába, a Newcastle United hajlandó megnézni. A Newcastle United? Az egy nagy klub. De még mekkora? ¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Ő nem tart ilyen jónak. Miért tömi ilyenekkel a fejét? Kinek képzeli magát? Te meg két lábbal állj a földön. Szállj le a fellegekből. Vámonos. Vámos. Gyerünk. Nagy dolgot kér tőlünk, uram. Santiago utazzon át a félvilágon csak azért, mert maga azt mondja. A menedzser megígérte nekem, hogy játszhat próbajátékot. A többi rajta múlik. Kérem, nézzen a szemembe, és úgy válaszoljon. Nagy. Lehet valaha profi játékos Santiból? Úgy gondolom, igen. Apa! Mennünk kell, ha dugóba kerülünk, lekésed a gépet. Tedd el a névjegyemet. Gondold át, és hívj fel. Nagyon örültem. Viszontlátásra. Összejött már. Mi jött össze? Mindenki tudja, hogy ott tartod a pénzed. Szóval elmész? Hát, a nagyja arra bíztat. És apa mit mond? Őt nem kérdeztem. Milyen messze van Anglia? Jelenleg... még 400 dolcsira. És most feküdj vissza. Hallod? Pagué 4.500 por la troca. Tomé prestado 1.200 tuyos. Pero te doy la mitad del negocio. Es buen trato. ¡Le robaste el dinero! No te metas, mamá. Tudtad, mire gyűjtök. Még két hét is meg lett volna. Ugyan mi? Egy ostoba álmot kergetsz. Nagy menő focista leszel Angliában, fenéket. Baromság. És ha nem sikerül, hogy jössz vissza papírok nélkül? Ez egy esély. És azt akarod, hogy adjam fel ezért az életért? Én a családomért melózok, fiam. Mexikóban építkezésen dolgoztam. Éjjel meg kupleráit takarítottam. Te eleget összegyűjtöttem, hogy ide jöjjünk.
Amikor anyád lelépett, figyelj! Amikor anyád lelépett, én tartottam össze a családot! Őt hagyd ki ebből, kérlek! Eltartom a házat, és már saját cégünk is van. Így jutunk egyről kettőre! Egy férfi életét ezzel mérik! A tiédet! Nem az enyémet. Hölgyeim és uraim, nagy nap ez a klub számára. Gavin tehetséges játékos, és jól beleillik majd a Newcastle United csapatába. Örömmel adom át neki ezt itt. A bajnoki cím már elúszott. Mik a reális célkitűzései a szezon végéig? Hogy az elsők között végezzünk és bekerüljünk az UEFA-ba. Ez alapvető egy ilyen híres klubnál. Ehhez maximális pontszámot kell elérniük a következő meccseken. Nézzék, a klubnak akadtak gondjai, de most itt vagyok én. Aha. Hát az igaz. Nem a hírnévért vagy a pénzért meg ilyesmikért játszom. Én győzni szeretek. Tehát nem lesz gond a max pontszám. Igaz, főnök? ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Bien. No necesito oír esto. Boleto de tren para Santiago. Boleto de camión para la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Este es tu pasaje. Está fechado para dentro de una semana. Remet, ¿cómo le hiciste para pagar esto? Bueno, he trabajado toda mi vida. Tengo mis ahorros. ¿Qué vendiste? ¿Qué empeñaste? Cosas viejas. Del pasado. Csak az enyém lesz a szoba. Gyere csak ide. Ki fog segíteni a házidban? Hm? Nélkülem nem fogod megírni. De igen. Zuhanyoz leindulás előtt. Tök büdös vagy. Nagyi, ma este induljak el? Igen. Mielőtt apád hazaér, figyelj. Amikor anyátok itt hagyott minket, megfogadtam az úrnak, hogy mindent megteszek, hogy valóra váljon az álmotok, fiúk. Megérdemled ezt az esélyt, Santiago. Ragadd meg. Mi az utazás célja? Hogy érti? Üzleti vagy magánút? Üzleti. Tudja, focizok, uram. Futball. Vagyis remélem. A Newcastle United-nál. Egy pillanat. Ez a fiatalember a maga csapatában akar játszani. A Newcastle-ban? Igen, uram.
Ránk fér az erősítés. Glenn, telefon! Hello? Ki? Santiago! Itt vagy Angliában. Hol? Valahol Londonban. Mondja, Glenn! Hogy jutok Newcastle-be? Fel Los Angelesből. Miért nem szóltál, hogy ide jössz? Ugye nem baj, hogy itt vagyok. Ugyan, de hogy csak... Csak váratlanul ért ennyi. Jobb, ha egyelőre nálam laksz. Rendben. Isten hozott a túmban. Az micsoda? Ahol a Jordik laknak. Mi az a Jordi? Az, aki a túmban lakik. Sokat kell még tanulnod, Kovács. Ez a tún, ez a tapsi-hapsiból való, vagy? Köszönöm. Egyedül él itt? Nem. A lányommal, akit már láttál. Van felesége? Meghalt néhány évvel ezelőtt, rákban. Oh. Sajnálom. Ja. A nagyi... Ezt küldte magának. Ó, ez aztán... Kiskora óta az övé volt. Nem vagyok buzgó katolikus. Jó embernek tartja magát, ezért. Santiago, kész a vacsora. Santiago? Fociban utazik. Már nem. Leselejteztek, mint ezeket a kocsikat. Bütyköli őket? Igen, mondjuk úgy. Figyelj, Santiago, úgysem lesz senki a klubban 10 óra előtt. Menj és vegyél valami kaját. Reggelízd meg, fiam. Jó. Van nálad pénz? Nincs. De meg vagyok.
Ne, hagyja csak. De igen. Vedd el. Jobbra menj. De csak kölcsönbe. Hogy egyes játékosok nem díjazzák Gavi Harris viselkedését. Igen. Hát 5 év alatt 3 klub sejtett valamit. Szerintem középen jobban játszik. A rossz kedvű a fiú, elvész a szélen. Bizony így van. Te meg mit bámulsz? Elnézést. Önök nem rugbyről beszélnek, ugye? Nem. Futballról. Igen, igen. Futball. Nekünk nincs is más témánk. Honnan jössz, fiam? Los Angelesből. Ó, ismered Charlize Theront? Dögöstjük. Mi állatban vagy itt? Próbajátékra jöttem a Newcastle-hoz. Na. Próbajátékra? Igen. Komolyan beszél? Igen, igen, talán már ma játszom. Akkor hadd ott a véres hurkát. Ne haragudjanak már, de pontosan mi is ez? Inkább ne tudd meg. A futball itt vallás. Londonban rengeteg csapat van. Közép-Angliában is. Manchesterben 2, Liverpoolban 2, Glasgowban 2. De itt nálunk egyedül a túl. Ott van Nick. Az ott a menedzser? Eric Dorham. Néha félelmetes, nézd mindig a szemébe. Nem az alapján fog megítélni, hanem a lábamról. Mr. Dunham, elnézést, Glenn Foy. Ő az a fiatal ember, akiről meséltem. Jó napot. Los Angelesből. Santiago Muñez. Mikor volt ez? Mikor egyszer hajnalban felhívtam, megígérte, hogy megnézi. Igen, de egy pillanat. Csorog a nyálatok. Triplázatok, és nektek is lesz. Gondolom, van órád. És mérget mernék venni rá, hogy drága fajta. Mennyi az idő rajta? Bocs, főnök, egy betegkölyköt látogattam meg a kórházban. El kellett volna jönni egy PR-osnak is. Ászfotó alkalom volt. Ne dumálj nekem mellé. 6 újságíró várakozik itt 50 perce, hogy beszéljen veled. Na, nyomás be. Ezért ma a tartalékkal edzel. Hol is játszol? Los Angelesben. Azt hiszem, nem erre gondolt. Úgy értem, a pályán. Ja, nálunk csatár vagyok, de a középpályát jobban szeretem. Ott többet jutok labdához. Vigyelj át az edzőpályára. Nézzük meg, mit tud. Rendben. Jól van. Köszönjük szépen. Na, itt vagy. Hogy érzed magad? Klasszul. Helyes. Ma a Braithwaite, az edző. Glenn barátja vagyok játékos kora óta. Szurkolok neked. Köszönöm, uram. Nem uram vagyok, hanem mester. Uramozni a főnököt kell, aki most figyelni fog téged. Rendben? Kész vagy? Igen. Akkor menjünk. Gyere! Nem, let's go. Megyek. Hé, fiam! Középpályán játszol, jobb oldalon. Rendben. Ismered Gavin? Nem. Ő az a fazon. Aha. Állj be mögé, érted? Hívd le Edit. Edi! Gyere le! Menjél! Cseréljetek mellé, mindent bele.
Hey, Mel! Ki ez a majom? Mexikóból jött. Légy kíméletes. Jó, rajta leszek. Hey, értem, Glenn. A lábaim nem engedelmeskedtek az agyamnak. De holnap jobb leszek, esküszöm. Sajnos nem lesz holnap, Santiago. Szállj be, fiam. Apám szerint mindenkinek megvan a maga helye a világban. Dolgozunk, eltartjuk a családot, aztán meghalunk. Butaság másképp gondolkozni. Elnézést, uram, láthatom? Utána, megbeszéltem odakint, megengedték, hogy bejöjjek megkeresni valakit. Hamar végzek. Mr. Dornham, Glenn Floyd, ma délelőttről. Figyeljen, elnézés, hogy megzavarom az ünnepséget. Lemaradtam az unalmas beszédekről? Az egyik unalmas beszédet én tartom. Nem örülök, hogy megzavarnak. Ha felvette volna a telefont, nem lennék itt. Mit akart ezzel? Nézze, ez a fiú, Santiago Muñez. Át akar ülni ide? Igen, köszönöm. A fiú nehéz körülmények között nőtt fel. A tehetsége jelenti az egyetlen kitörési pontot. 6000 mérföldet repült, csak mert én hívtam. Fáradt az úttól és ideges. Még soha nem látott sarat.
és maga kiküldte egy ilyen pályára, aztán egész idő alatt telefonált a mobilján. Viszont azt láttam, hogy az idő nagy részében a seggén csúszott. Volt egy varázslatos pillanat. Amikor a labdát lekezelte, megkerülte Megovent és előre rúgta. Láttam. Jól néz ki. Pompás itt a konyha. Mikor ügynek voltam, undorító sárdagasztó napokon figyeltem a fiatal srácokat, hogy kitapossák a szart is egymásból. Néha-néha feltűnt egy, akitől repesni kezdett a szíve. Ahogy tőle is. Adjon egy hónapot. Szóval megtaláltad az emlékeimet. Csak úgy nézelődtem. Ezt a feleségem csinálta. Nem is mesélte, hogy ilyen nagy menő volt. Ja, nem olyan sokáig, mint szerettem volna. Miért? Megsérültem a térdem. Nézd csak. A sortunk rövidebb volt, a hajunk meg hosszabb. És nem is kerestünk 8 milliót. Mégis hősök voltak. A focisták már apám idejében is hősök voltak, amikor heti 8 fontot kerestek, és közben a bányában dolgoztak. Tessék. Nem fogadhatom el, ez túl sokat ér. Nem ajándék. Próbáld fel, hadd lássam, hogy áll a fekete-fehér. Mi értelme? Mi értelme? Kaptál egy hónap próbaidőt. Mi? Fel kéne hívni újra a nagyit. Figyelem, fiúk! Bemutatom Santiago Muñezt. Mexikóból jött. Nem, Los Angeles. Los Angeles, mindegy. Mielőtt ma takarodót fújunk, mindenki mutatkozzon be neki. Rendben? Ne. Akkor kezdjük! Majd egyszer, fiam. De még nem ma. Gyerünk tovább! Köszönöm. Kérem. Nem akar leülni? De. Lehet, hogy magas lesz. Miért lenne? Mert ilyen közel van hozzám, és csodás az illata. Normális. Maga a klub orvosa? Nem, a nővér vagyok. Mindjárt jön a doktor úr. Sikerült kitölteni a papírok? Igen, de volt pár szó, amit nem értettem. Lássuk, melyiket? Mondjuk ezt itt. Kardiovaszkuláris, szív problémát jelent. Nincs.
És ez a szó mit jelent? Respirációs. Van valami gondja a tüdejével vagy a légzéssel? Van? Nincs. Álljon a mérlegre. Lássuk. Mi a neve? Harmison nővér. Mármint a keresztneve. Felesleges tudnia, ahogy nem kell tudnia a címemet, vagy a csillagjegyemet, és hogy mit csinálok szombaton. Most vért fogok venni. Ne. Komolyan, én félek a tűtől. De tetoválása az van. Vagy ez csak matrica? Ez bandajel. Maga bandatag? Csak voltam. Három módon lehet kiszállni. Vagy lelőnek, vagy sitre kerülsz. Vagy van egy nagyanyád, aki ver beléd némi józani. Elnézést, főmacsó. Mi van ott, Tommy? Nincsen semmi, mi lenne? Gyere már oda, ha tudnád, milyen röhelyes vagy! Agyad, ne törődj vele, ez egy tufa! Ne húzz fel magad, Santi! Mi? Ez egy tarany! Gyufa? Folytassuk! Mennyi időt kaptál? Egy hónapot. Egy hónapot? Basszus! Az nem sok. Én jobban jártam, 6-ot kaptam. Előtt a Trammy Roversbe játszottam. 14 évesen már leigazoltak. Igen? És itt hogy megy? Még korán van. Psst! Ő Gavin Harris. Nemrég szerződött egy 8 millió fontért. Mi van a kis pöccsel? Kajász, Jamie! Huey McGovern már 33 éves. Csak akkor kerülhetne ismét a kezdőcsapatba, ha valaki eltörni a lábát. Miért haragszik ám ennyire? Te vagy az új fiú, és benned van valami, ami benne sosem volt. Érzék. Érzék? Igen. A játékosok zöme, beleértve engem is, magára koncentrálva játszik. Erőfitoktatással leplezi a gyengeségeit. A nagyobb kockázatokat vállalnak, mert úgy gondolják, azok nem kockázatok. Tedd le oda a kabátodat. Három védés, és te nyertél. Rendben. Ők irányítják a labdát, és nem a labda irányítja őket. Tessék! Nézd meg! Két Jackie és egy labda. Csak ennyi kell. Befejezted? Igen. Bocs. Bocsánat. Santi! Igen. Így már jobb? Hé, figyelj! Este megmutatom a várost. Akarod. Rendben? Bulizunk, piálunk, csajozunk. Kell hozzá személy, Jamie. Személy? Igen. Vagyis igazolvány? Igen. Itt hány éves kortól adnak piát? 11. Autogramot akarsz kérni? Így a klubban, kis csávó! Mit vagy úgy oda? Én is a klubban játszom, Elvis! Haver, én is a klubban játszom! Még soha nem láttalak! Ritka árok mulatni! Hey, Harmison nővér! Harmison nővér! Hello! Bejönnek velünk ebbe a klubba? Kizárt, tele van nagy képi alapokkal. Akkor hova mennek? Mi a Spyglassba? Szerinted? Yeah. Jó? Bocsánat. Finom ez a Rioa. A te hazádból való, igaz? Spanyolból. Én Eléből jöttem. Én Merseyside-ból. Elé? Merseyside? És hogy kerültetek ide?
Ezért, mondjad. A Newcastle United-ban játszunk. Nem azt mondtad, hogy a focisták tabu? Nyugi, ők még csak tartalékosok. Amíg megmaradsz a középszernél, pajtás, van esélyed nála. Bocsánat, de ezt nem értettem. Ne változzon meg. Ne legyen soha mesterkért. Hát, én már attól is megváltoztam, hogy idejöttem. Én egy szükséglakásban nőttem fel, egy munkanélküli apával és egy piás anyával. Én szívesen változtatnék. Már emlékszem magára. Maga a lábújas. Mi? Sajnálom, de gombás a nagy lábúja. Oh, öregem! Mi van? Muszáj volt szóba hoznia. A maga munkakörében már az egész csapatot látta pucéran, nem? Ezt ismerem, ne legyen közönséges. Nem kérdezem meg, kié a legnagyobb. Minek néz engem? Akkor mit akar kérdezni? Kié a legkisebb? Csak ilyen, mert nem mondja meg. Add tovább! Aradj rajta! Mit mondtam? Gyerünk, passzolt már át! Miért nem passzoltad le? Himmel! Munyez! Gyere ide! Mindenki jöjjön le! Gyertek, srácok! Ez az! Mel, adj 5 percet! Rendben, főnök! Köszönöm! Figyelj! Ha azt mondom, fuss! Teljes erődből kezdj el rohanni a kapu felé! Rendben? Rendben. Fuss! Gyere vissza! Újra, fuss! Mi a tanulság? Hogy félpályáról is be lehet találni? Nem. Az, hogy a labda gyorsabb nálad. Nálunk passzolni kell, megértetted? Igen. Csapatban játszunk, nem szólóban. A meződ elején lévő név fontosabb, mint ami a hátán van. Érted? Igen. Sziasztok! United-nak ez a végső visszaszámlálás. Már csak 3 meccs van hátra ebben a szezonban, és mindent meg kell nyerniük ahhoz, hogy bejussanak a Bajnokok Ligájába. Már a mai meccset is. A Chelsea sose könnyű megverni. Fegyelmezettek, rendezettek. Bizony azok. Egyszer vagyok. Igen. Szia, Peggy, úgy vagy? Majd kérem. Kevin barátnőjét. Majd visszahívlak. Szevasz, haver! Szevasz! Még egyetlen tiszta helyzete sem volt. Bassza meg! Elfáradt. Persze! Zseniális helyezkedéssel sikerül elkerülnie minden labdát. Lehet, hogy megsérült. Dehogyis! Mást a fos!
mert cserélte. Sola! Rosszul áll a Newcastle szénája, nem hiányzott egy újabb sérülés. Már így is többen játszanak a pályán félgőzzel. Tízes csere! Szabadrugásnál szögletnél, tudod hol a helyen? Mit lát? Gavin Harris-t lecserélik. Engem? Lecserélik Gavin. Mit képzelez? Mi a fenét művesz, te sutcsó német te? Még 5 perc van hátra, de továbbra sincs gól, bár egyértelműen a Chelsea van fölényben. Gól! Végre összehoztak egyet! Patrick Kluivert fejelte! Nem. Jó hírem van. Mi? Bevettek. A tartalék csapatban. Ez nagyszerű. Már csak egy hét van hátra a hónapból. Most minden eldől. Ha a főnök látja, hogy jól csinálom, akkor megtart. Az biztos. Aj! A Newcastle-ban játszol? Igen. Akkor aláírnád nekem? Persze. Ostromolni fognak autogramért. És? Zavar? Különben is mi bajod a focistákkal? A focistákkal semmi. Csak a hírnévvel, ami vele jár. Az apám az oka. Egy rockbandában játszott 100 évvel ezelőtt. Na ne, lehet, hogy ismerem. Kétlem. 5 percig volt híres. Azt akarom mondani, hogy némely focista ráemlékeztet. Az egyik percben még kedves, egyszerű fickók, a másikban már dúsgazdag seggfejek, akik lefalcolnak a családtól. Nálunk az anyám lépett le. Miért? Mi történt? Apám sose beszél róla. Semmit nem csinál, csak ordítozik és pihál. Nem is látott focizni. Pedig szeretek focizni. Imádok. Minden este suli után és vasárnap a mise után rúgtam a bőrt és reménykedtem, hogy a foci lesz az életem. És miért kellett ezért ilyen messzire utaznod? Hát erre a szentektől kér választ. Meséld el neki, Nagyi! Contar, Miki! Me llamo Santiago. Se le escuchaba muy feliz. A meccset mondd el! Jugará mañana por la noche. Para la reserva. Después de solo 3 semanas, qué genial, ¿no crees? Se escapó como ladrón, sin ni siquiera despedirse. ¿Por qué tendría que importarme? Sziasztok, fiúk! Üljetek le és figyeljetek! Dagger tércalagja rendben, így legalább egy fél időt játszhat. Santiago, tiéd a jobb szél. Ragadja 8-as csókára, olyan, mint a kígyó. Később elmagyarázom neked. Jamie, ékelődj be a két csatár közé. És még valamit. Ne hagyjátok, hogy pánikfociba kergessenek. Rendben. Akkor nyomás, gyerünk! Rá! Gyere,
gyerünk, srácok! Gyerünk már! Mi ütött beléd? Lumpoltál? Nincs semmi mondani valód nekem? Értem. Nem tudom, Santi. A tehetséged megvan. De talán kevés a kondid az angol focihoz. Lehet, hogy jobb neked otthon Amerikában. Kénytelen leszek megválni tőled. Igen? Mondja, itt lakik Roz. Roz, téged keresnek! Úristen, szarul nézek ki! Maga az a srác Los Angelesből? Igen, Santiago. Roz azonnal jön. Köszönöm. Megkínálhatom valamivel? Nem, köszönöm. Évekkel ezelőtt jártam ott a férjem bandájával. A Hyatt House-on Sunsetben laktunk, de akkor még Riot House-nak hívták. Anya, nem várnak téged a barátaid? Nem sürgős. Nagyon örültem, Santiago. Én is, asszonyom. Tetszik a neve. Tűnj már el! Mi a baj? Hazudtam neked. A vizsgálaton. Asznás vagyok. Értem, és elmondtad nekik? Ha elmondtam volna, nem adtak volna próbaidőt. Mondd el nekik most. Késő. Kirúgtak. Jaj, Santi. Nagyon sajnálom. Búcsúzni jöttem, Roz. Elutazol? Holnap. Miért ilyen hamar? A csapaton kívül nincs itt keresnivalóm. Vannak más csapatok is. Hogy lehettem? Ekkora hülye! Azt hittem, hogy be fog jönni. Az fáj legjobban, hogy csalódást okoztam. Nem. Hé, ne csináld. Glennek.
nagyanyámnak. A nagyanyámnak. Ilyesmi minden játékossal megeshet. Ez benne van a pakliban. Basszus! Nem. Most már értem, miért cserélték le a múlt héten. Szarcsai. Sürgősen. Gavin Harris vagyok. Ja, én meg Clint Eastwood. Erre mit lépsz? De nem viccelek. Én vagyok az. Kellene egy fuvar. Gordon, Blake Lou közelében jársz? Miért? Gavin Harris darban van a telepen. Menj érte. Éppen fuvaron van. A kezdőcsapatban játszik. Menj el érte, most rögtön. Egy kis kitérőt kell tennünk, pajtás. Egy sztár veszélyben. Te vagy a Los Angeles-i srác? Edzésre indultál? Hát nem éppen az állomásra. Miért? Elszúrtam. Majd úgy közben elmondod. Tudod, mit csinál a főnök velem? Maga Gavin Harris! Bűnös. Lószal. Mondták már. Gyere, Sam. Már megbocsásson, főnök, Mr. Dornhelm. De nagy hiba volna elengedni a srácot. Játszottam vele és ellene is. Látom, hogy tud, a többiek is így gondolják. És ha megnézzük... Tessék, talán nálad is jobb. Hát... azonos súlycsoport. Tegnap az történt, hogy elvesztette a szippantóját. Azt mája van az ékszerelmére. Igaz ez? Igen, uram, de eltitkoltam. Hogy hazudtál, az gond. Az asztma nem. Kaphatsz injekciókat, gyógyszert, akupunktúrát. Otthon nem magyarázt el mindezt neked az orvosod? Nem volt orvosom. Egy ingyen klinikára szoktam menni. Állandóan közben jár érted valaki. Hadd bizonyítsam be, hogy igazuk van. Adjon egy lehetőséget. Gondolod, megérdemled? Egyértelműen. Jó. Menj orvoshoz. Beszélgess vele a dologról. Aztán jelentkezzél edzésre. Rendben? Köszönöm. Gavin. Ez nagyon rendes dolog volt tőled. Hát, igyekszem. De magyarázd el, miért vagy diszkócucban 47 perccel az edzés kezdete után?
Verhoeven! Siettem, ahogy tudtam! Mondom, hogy lekésett, a labda már visszajárt! Ebből elég, sárga lap! Még egy, aztán mehet! Többet nem macerálok hozott! Azt hittem, utálsz! Utállak! De a húgom ott csipítozna, ha baja esne az ő Antonio Banderasának! Hé, hey, ha megkeféred, megöllek! Semmit sem látok. Mindjárt ott vagyunk, vigyázz, lépcső. Végre. Lépj le egyet. Jól van. Úramisten, ez csodálatos! Hihetetlen, mi? Az! Egy hónappal ezelőtt elbúcsúztam a várostól és tőled. Most pedig szerződésem van. És egy lakásom. Uh-huh. És miből telik rá? Galino! Köszönj a barátomnak. Szia! Nem mondtam, hogy nőket hozhatsz fel. Elnézést, elmenjek? Nem, csak ugrattalak. Ciao, Bella! Jó vicc volt. Nagyon örülök. Érezd magad otthon, talán találsz valamit a hűtőben. Ó, dobozos pizza meg női bugyik. Nem nehéz levenni, hogyan él. Rendes srác. Ő húzott ki a szarból. Elég rossz híre van. Mi profik vagyunk. A foci az életünk. Rég láttalak. Nem kisdünk? Nem. Hogy vagy? Majd csörög egyszer. Oké. Bíróság öreg. Csúcs az ajánlat, de hagyjuk ezt most. Megmondom miért. Mert az elnök egy sügér. A menedzser is tudja, de nem szól. Ezért még nagyobb állat. A játékosok is tudják. Az öltöző tele van klikkekkel. Meg klánokkal. Igen. Gev! Maradt az orrom. Igen? Rólad szól az életem. Figyelj, hegyezd a füled, mert most leteszem. Hello, fiúk. Mi a pálya? Szia, Gev. Jól nézel ki. Mi van? Üdvözölt Santit. Megy az üzlet? Szombaton rúgott pár gólt. Tényleg? Igaz? Hello, szia, mi újság? Santi, megvan a szerződésed a szezon végéig? És megkérdezhetem, hogy ki intézte neked? Glenn. Glenn Foy? Ő egy műhelyben gályázik. Hát igazából az... Ne érts félre, ne érts félre. Tök frankó a fickó. A régebben király volt, ahogy mesélték. De mit tud ő a piacképességről? Mit tud a reklámszerződésekről? Ha jövőre bekerülsz a kezdőcsapatba, Santi, szerzek egy Gap reklámot. Azt tudni. Hey, Siri. Akarsz táncolni? Vigyázz, ő a szálsza ördöge. Nem, köszönöm. Santiago? Szia, mi van veled? Nem már. Hey, papa, Santiago. Quiero hablar contigo. Es que no estoy.
most nem tud idejönni. Nem baj, öcsi. Gyorsabban! Vidd hátra őket egy kis nyújtásra. Jól van. Kikészített a csaj. Figyelni foglak, Huey. Majd igyekszem. Mi bajod? Semmi, csak láttam a tartalékok névsorát. És nem vagyok rajta. Kispadra sem jutottam. Nem értem. Ott játszom, ahol mondta. Úgy játszom, ahogy mondta nekem. Nem rúgtalak ki. De nem játszhatsz velünk. Ezt meg hogy érti, mester? Velük fogsz játszani. Londonban. Szombaton. Santiago! Mire vársz? Gyere! Figyelem, fiúk! Munkára! Rajta! A nyakukban. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Newcastle United összeállítása elég szedet vedett. A sok-sok sérülés miatt. Az egyik emberük, Santiago Muñez, teljesen ismeretlen játékos. Igen, igen, állítólag Los Angelesben egy amatőr meccsen fedezte fel őt a volt középpályás Glenn Foy. A tartalékos meccseken felhívta magára a figyelmet néhányszor, de ez sokkal magasabb szint. Kíváncsi vagyok, hogy teljesít, ha esetleg ma pályára küldik. Jobban lennék, ha szereznénk 3 pontot. Lépés, de Ericnek sajnos nincs más választása. Jelentős nap lehet ez a fiú életében. Gyerünk, mutasd meg, mit tudsz. Add a csökit. Ez a srác meg ki a fene? Ő a fia. A fiam, Santiago. Az apja vagyok. A Guntrum, meghívom egy italt. Jöjjön csak. Jöjjön. Ficsúr lövi.
befejeződik, akkor a játékosok ma este boldogan utazhatnak vissza Newcastle-ba. Uram, le kéne feküdni. Jól van már is. Szalsza, srác! Hogy ez? Ügyesek voltatok, jó volt! Mit láttál magad előtt, amikor felrúgtak? Hogy micsodát? A gólt. Azt kellett volna látnod, hogy ketten jobb helyzetben voltak nálad. De nem passzoltál, a dicsőség kellett. Köszönöm. Jó estét, hogy? Ne rágódj rajta, öreg. A főnök mindenkivel ezt csinálja. Szenzációs voltál, ezt mindenki látta. Hey, Johnny! Santiago! Hello! Gratulálok! Tényleg prima voltál. Oh. Köszönöm. Az egész családom megőrül a Real Madridért. A nagymamám egyszerűen imád. Hát, ha így folytatod, te is oda kerülsz majd. Minden jót. Kösz szépen. Tudod, hogy megy ez? Te, szolgáltatás. Gavino, az előbb. Hola. Hát mutassalak be a haveroknak, ő Zizu. Hola, hola. Ő meg Raúl, Santiago Muñoz. Hola. Gustazo. ¿Qué haces con este? Él es el del coche. Sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, Está bien. Suerte. Sí, está. Legyetek jók. Viszlát, fiúk. Viszlát. Na, egy reklámot forgatnak itt. Mucho dinero, Santi. Téplézzünk, ez a hely halott. Mi? De hát mégis, hova? Ez az én városom. Ez a buli. Ez még nem a buli. Gyertek, itt lesz a tuti. Megint lépcső. Srácok! Ez itt a buli. Hello. Sziasztok. Ami belefér, öcsi, ma van a szülinapod. A bulikat. Soha nem tudom, mit mondjak. Az itteni csajok többségének semmit nem kell mondanod. Van barátnőm. Mármint azt hiszem, hogy van. Megismertem valakit, aki tetszik. Szerencsés lány. Hol találkoztatok, Gavin és te? Egy ilyen bulin. Ugyanez a társaság. Zenészek, modellek, focisták. Ne szólj neki, hogy elmentem. Úgyse veszi észre. Magyarázatot kérek. Nincs mit megmagyaráznom, uram, csak... Csak hülyéskedtünk egy bulin. Ha ebben a klubban játszol, akkor mindenütt a nagykövete vagy. Mr. Dornhelm, én nem tehetek róla. De igenis csak... tehetsz róla, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe kerültél. Ki a másik focista? Milyen másik? Itt az áll. A Newcastle két játékosa. Ki volt a másik? Azt nem mondhatom meg, uram. Vagyis nem akarod. Nem. Roz! Roz, figyelj, meg tudom magyarázni a képet. Milyen képet? Ami a Sunban van. Nem olvasok, Szent. Klassz. Akkor nem láttad. De megmutattam. Jó hancúrozásnak tűnt. Mondd, a lányok cicije igazi? Nem az volt, aminek látszik. Nem akarok beszélni róla, rendben? Dolgom van. De ha már itt vagy, látogasd meg Jamie-t. A B-vizsgálóban fekszik. Szia. Szia, Santi. Mi történt veled? Délután hordányon hoztak le a pályáról. És beküldtek ide egy MRI-re. Manapság már mindent rendbe tudnak hozni.
Tudja, fene. Elég durvának tűnik. Nem tetszik nekem. Egy ideig kiadnám a szálsza órákat. A meniszkusz sérült meg. Ráadásul elszakadt a kereszt szalagja. Én nem tudom, ez mit jelent. Fog még újra játszani? Ha járni akar, akkor nem. Csá, macsókám! Hello. Kösz szépen, hogy nem köptél be. Király vagy, ha feldobsz, nagy szarban lennék. Most quittek vagyunk. Nem tartozom neked. Rendben. Elcseszed az életedet. Elvesztetted Krisztinát is. Majd visszajön. Nem hinném. Tudod miért? Mert ki nem állhatja a haverjaidat. Mit gondolsz, hogy került a kép a laphoz? Bluto eladta. A másik haverod meg drogot árul azokon a menőhelyeken, ahová te viszed be őt. Fafejű, naív latinónak nézel. Ezek valószínűleg a legjobb éveink, de meddig? 10 évig, ha mázlink van. Vagy addig sem, ha megsérülünk, mint Jamie. Bármelyikünkkel megtörténhet, egy hajszál választ el a hamburger sütéstől. Húzz el. Gyerünk, tűnj el. ¿Ya subieron todo? ¿Hol van, apa? Está colocando los aspersores. Megmagyarázzam azt a képet az újságban, de... Santi, kerestek otthonról. Hívd vissza a nagyanyádat. Glenn, mi történt? Az apja szívrohamot kapott. Rendben jön majd. Meghalt. Viszem. Adja csak. Köszönöm. Mindent köszönöm. Jó utat. Nagyszerű. Köszönöm. Főnök! Beszélhetnénk? Miért ne? Én voltam a másik azon a képen. Ez meglepő. És tudnia kell, hogy én rángattam bele Santit abba a buliba. Ő nem is akart eljönni. Nem az ő stílusa. Rendes srác. Elviszem a teljes balhét. Nagy a bankszámlátok, de kisfiúk vagytok. Csak hogy ez már nem mentség, Kevin. Hány éves vagy? 28. Nem 29? De. A körül. Az lenne a dolgot, hogy példát mutassa a fiataloknak. A pályán és azon kívül is. Igazam van?
Értem, mit akar mondani. És nem maga az első, aki ezt mondja. Mi a csodát keresel itt? Miért nem ülsz a gépen? Ültem a repülőtéren, és azt gondoltam, most legalább van mentségem, amivel megindokolhatom a családomnak és a haveroknak, hogy miért nem jött be. Hé, meghalt az apám. Azok kellett jönnöm átvenni az üzletet. Tudja, uram, miért kellett a mentség? Nem. Azért, mert az apám ilyennek nevelt. Elvette az önbizalmamat. Elérte azt, hogy ne legyenek aspiráció, vágyaim. Érti, uram? Értem. De nekem nem kell mentség. Egyetlen ember mondhatja azt, hogy rossz vagyok. Maga. És még akkor sem. Akkor sem biztos, hogy elhiszem. Igazad van, Santi. Semmi értelme visszajönnöd. Az Úr akarta. Szervusz, fiam. Vigyázz magadra. Szia. Szia. Hogy érzed magad? Soha nem békültem ki az apámmal. Ő se békült ki veled soha. Igen, de nem bocsátott meg. Ezt nem tudhatod. Miből gondolod ezt? Mi van azzal a sok képpel, amit hazaküldtél? Nem tudom, hol van az otthonom. De igen. Zöld színű, és mindkét végén egy kapu van. Minden rendben. Igen, uram. Fáj, ha elveszítjük apánkat. Emlékszem, mit éreztem én. Köszönöm. Nem kéne itt lenned. A gyepmester már őrjönk. Az ő pályája szent. Én csak... kíváncsi voltam, hogy milyen érzés. Tudja... ezen a pályán. Szombaton megtudod. És most tűnés innen. Por favor. Sierra!
mutatom, benne leszek a kezdő csapatban. Akkor szerez jegyet nekünk. Rendben. Ügyes vagy, fiam, gratulálok. Én soha nem kételkedtem benne. Rögtön láttam rajta. Mondtam is a fiúknak, ez a srác tehetséges. Nem mondtad. Adul se vagyok. Menj reggelivel, emlékszik? Tessék. Ugor be, ünnepelünk. Ez nem Gavin Harris? Mi? Becserkészünk pár csajt, aztán felmegyünk a kéromba. La vida loca. Vicceltem. Mozizunk és pizzázunk. Te fölhúznád a tetőt, megfagyok. Vegyél kabátot. Figyeljetek ide! Fiúk! Tudjátok, mi a dolgotok. Santiago Muñez, aki másodszor lép pályára a nagy csapatban. Valószínűleg azt remélik, megismétli a csodát, amit a Fulham elleni meccsen adott elő a múlt héten. Yeah, Santiago! Mindegyiknek muszáj megnyernie a meccset. Benne egy reptéri fuvar, Gordon. Nem lehet, Tomi. Utasom van. Majd jelentkezem. Gyerünk, fiúk. Csak egy csöpp helyett. Ez az, fiú. Hű az anyját. Hogy hajtanak a srácok? Mikor kezdődött? Egy perce. A Liverpool eladta a labdát. Alan Shearer szervezi a Newcastle United ellentámadását. A jobb oldalon Steven Carr segít neki. Dyer-nél a labda. Harris befut középre. Egy passz! Gól! Harris fegelte be! Álomszerű kezdés a Newcastle számára. Jó kis friska Harris kritikusainak! Ez az! Igen! A gól, Kevin Harris! A bíró szabálytalanságnak látta. Szabad rúgása a Liverpoolnak. Hamar elvégzik. Szöglet!
eladta a labdát. Városnál a labda. Lövő helyzetben van. Bement! A Liverpool vezet 2-1-re! Gyors egymás utánban két válasz nélkül hagyott gól. Megsemmisítő csapás a Newcastle-nak. Vajon talpra tud állni a csapat? Második fél időt. A Liverpool vette át a vezetést. A második gól lelohasztotta a szurkolók lelkesedését. Gerrard óriási helyzetben! Oh, egy hajszál! Mozgás! Ha ez bement volna, a Newcastle-nak vége lett volna. Sírőrrel passzolgatnak egymásnak. De ne feledjék, ha ez marad az állás, a Liverpool kerül jövőre az UEFA-ba. Még 3 perc van hátra. A Newcastle kezd kifutni az időből. Valahogy helyzetbe kéne hozni magukat. Vissza! Sárga lapot neki! Harry szabadrúgáshoz jut egy veszélyes területen. Hey, Santi! A tiéd! A fiatal Santiago Núñez kapja a labdát, és már csak pillanatok vannak hátra. Biztosan érzi, hogy az ő kezében van az egész város sorsa. Másodperc. Mindjárt vége a meccsnek.
Santi! Valaki téged keres. Igen? Santiago! Santiago! Láttuk a meccset Julióval együtt. Nem, Glenn lánya hozott el. Fantasztikus voltál. Igen! Mondani akarok neked valamit az apádról. Hey, Glenn! Amikor a Fulham ellen játszottam, az apám látta a meccset. Látott focizni! Valószínűleg most is figyel fentről. Magyar hangok. Honvas Dániel, Sörös Sándor, Schmidt Zoltán, Jakab Csaba, Vadász Bea, Besenci Árpád, Kristóf Tibor, Pásztor Erzsi, Penke Bence, Elek Ferenc, Breyer Zoltán, Bokor Ildikó, Dányi Krisztián, Borbicki Ferenc, Szűcs Sándor, Beratin Gábor, Dolmány Attila, Várdai Zoltán, Hannus Zoltán. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Try and rub my head with your problems. I'm just trying to fix up my bed in the doldrums. Lost behind a silver screen of all the things you could have been in love and life. So. My shoulder.